Adózók a NAV ügyfélszolgálatán, ők személyesen kérnek információt a hivatal munkatársaitól. Vannak azonban olyanok, akik ehhez nem megfelelő formát használnak, ezért nem kapják meg a kért információkat, adatokat. Még mindig nagyon sok ügyfél e-mailben keresi meg a hivatalt, és konkrét adózási ügyeiben kér tájékoztatást. Ezekben a levelekben lévő ügyfelet nem tudja a hivatal beazonosítani, akkor sem, hogyha a levélben szerepel adóazonosító vagy adószám, hiszen az e-mail címet többen ismerhetik, bárki nevében tud az ügyfél, vagy akár bárki más levelet írni a hivatalnak. Ezekben az esetekben a hivatal írásban tájékoztatja a levelet írót a helyes kapcsolattartási formákról. A hivatal csak és kizárólag egyértelműen beazonosított ügyfélnek tud tájékoztatást adni konkrét ügyekben. Biztonsági okokból ragaszkodik tehát a hivatal a megfelelő csatornákhoz, mondja a sajtóreferens. Csak így biztosítható az adatok védelme. Egyébként online is vannak megfelelő formák, ahol biztonságos az információk átadása, ilyen az e-papír. Az e-papír használatához ügyfélkapus regisztráció szükséges. A 18-19-es infovonal első menüpontjában általános tájékoztatás kérhető, a kettes menüpontban kérhető konkrét ügyintézés. Az ügyintézési rendszer használatához azonosító PIN-kód szükséges, amelyet a TEL nyomtatványon lehet igényelni, akár online. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is használhatják az elektronikus ügyintézési módokat. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek a személyes ügyfélszolgálaton kívül nagyon sokféle elektronikus ügyintézési lehetőséget tudnak használni ügyfélkapus azonosítással. Vagy pedig cégkapus azonosítással. Az e-mailekre akkor kaphatnak konkrét választ, ha az nem érint személyes adatokat. Abban az esetben, hogyha az e-mailben általános tájékoztatás kérés szerepel, akkor a hivatal tájékoztatási szakterületének munkatársai fognak válaszolni 30 napon belül. Aki személyes válaszokat szeretne, a NAV ügyfélszolgálatain kaphat segítséget, vagy az elektronikus beazonosítás után az ügyfélkapun keresztül kérheti ilyet online.